Akkor jó reggelt kívánok! Szerintem az arcomon látszik meg így, hogy reggel van, mert kicsit fáradtak vagyunk. Van itt egy kettő jézi motor, ott meg van a kettő jézi motornak a gazdája a kamera mögött, csak ő most nem látszik. Ati azt mondta, hogy csináljunk neki egy drift motort, én megmondtam neki, hogy miért ne. És hogy miből csinálunk drift motort, hát ebből. Ez itt egy kettő jézi, GE, VVTi, Lexus GS 300 Gen 2-ből származó motor. Hát az a lényeg, gyere ezt mutassuk meg. Itt a VVTi, tehát így lehet megismerni. Amin két ilyen egyforma kerék van, meg itt ezen az oldalán van egy osztófedél, és jön ki belőle sok gyertyakábel, az a nem VVT motor, ez pedig a VVT motor, mert ennek csavarodós a tengelye. Ha már nagyon belementünk, mondjuk el, hogy miért, mit segít nekünk, vagy miért jó az nekünk, hogy van egy ilyen VVT a motoron. Hát leginkább azért, mert egyébként ez a motor a legolcsóbb, tehát hogyha nem lenne rajta is ezt a motort vennénk, vagy inkább azt mondom, hogy azt, amelyik olcsó, de ezt a motort azért szeretjük, mert a szívó tengely tudja változtatni a pozícióját. Itt jön egy kis olajcső, ez, itt van egy ilyen fémcső, ez belemegy oda az olajcsatornába, jön föl rajta az olaj ide. Itt van egy villanyszelepünk, ezt úgy hívják, hogy PVM szelep. Ezt különböző kitöltési tényezővel, hogyha rezektetjük, akkor ezt a kereket, a vezérmű kereket és a tengelyt egymáshoz képest el tudjuk csavarni. Tehát azt tudjuk vele elérni, hogy a szívó vezérmű tengelyünk az alappozíciójához képest egészen pontosan 60 fokot előre tud sietni. Miért jó ez nekünk? Mert amikor beturbozzuk, akkor hamarabb fel tudjuk vele pörgetni a turbót. És most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, tehát maradjunk annyiban, hogy kellemes a hasznosa, ez a legolcsóbb kettő jézé motor, amit lehet venni, és ráadásul pont ebben van az a VVT, amivel meg lehet sürgetni a dolgot, és egy kicsit hamarabb lehet vele turbonyomást építeni. Ez driften ugye nagyon jó, mert rugalmasabb motor tudunk vele csinálni. Még néhány tulajdonság, ami ez mondjuk egy ilyen jézé motornál nem árt, hogyha az ember képbe van bele. Van itt egy olajteknő, mondjuk ez egy kicsit be is van horpadva. Ez is egyébként tök jellemző, mert ugye a bontott motorokat mindig ledobálják, és ugye ez a leggyengébb pontja, ez a lemezteknő, és ez összehorpad. Tehát a jézé motorok közül függetlenül attól, hogy kettő jézé vagy egy jézé, ebből mindegyikből létezik egy előpupos, meg egy hátulpupos, és hát hogy miért így hívjuk ezeket, vagy mi ez a pup, vagy hol van az a pup, akkor ezt is magyarázzuk most el. Szerintem az elég egyértelmű, látszik, hogy ez egy előpupos olajteknős motor. Azért van belőle két verzió, valójában három, mert egyébként létezik egy középen puklis teknős, de azt hagyjuk, mert az csak japán belpiac, és tulajdonképpen semmire nem tudjuk használni, de egyébként létezik. Szóval elő meg hátul pupos azért van, mert ugye ezeket a motorokat, mikor beépítik, akkor ennek konkrétan itt van a kormányműve, tehát a Lexusokban, a GS-ben, meg az IS-ben, abban a kormánymű az itt a puklin mögött van, úgymond sportmodellekben, tehát a Supra-ban, meg az SC-ben, vagy japán piacon ugye ez a Soarer. A Soarerben pedig ez a pukli, ez itt van hátul, és a kormánymű pedig itt megy ennek a helyén. Tehát egyiket a másik helyre nem lehet berakni, és akkor most kicsit konkretizáljuk a dolgokat. Neked E36, ugye? 36, igen. Igen, tehát a BMW E36-ba lesz, ugye ez az egyik legjobb drift kombó, 36-46 kupé, és akkor abba belefaragni egy jézé motort, szerintem ennél ütősebb és jobb setup nem létezik driftre, de a lényeg, hogy az E36-ba ezzel a teknővel nem lehet berakni, mert az E36-nak is itt van a kormányműve. Tehát nekünk mindenképpen a másik teknő kell, hát hál' Istennek az a másik teknő, az jelenleg, amikor ezt a videót forgatjuk, 300 ezer forintba kerül, azért, mert nem lehet kapni, mert egyszerűen nincs belőle. Tehát vagy veszel újat, vagy nagyon-nagyon ritka autóról, mert konkrétan vagy SC-ről, vagy Soarerről, vagy Supráról tudod bontani ezt a teknőt. Annyi segítség van benne egyébként, hogy a szívómotorosnak a teknőjét át lehet alakítani turbosra, három darab lukat kell rajta fúrni, tehát nem egy nagy tűz. Ebből fogunk csinálni egy fasz a drift motort, de hát ahhoz, hogy legyen drift motorunk, először le kell aprítanunk ezt. Nagy divat, hogy amikor Amerikából hozott pontott motorod van, akkor azokat ilyen biztonsági övet levágják, és azzal emelik ki a motort. Ezt mutassuk meg. Nézd valami. A kókány ott leömlő van rajta. Tehát ezzel már valaki valamit próbált. Ez a hogyan ne építsünk leömlőt. Mit, ha én csináltam volna? Igen, ilyet én is tudok csinálni. Pontosan ezért nem csinálok leömlőt. Igazából a leghasznosabb része ennek a videónak az lesz, hogy mi az, amit meg kell tartani a motorról, és mi az, amit ki lehet nyugodtan dobni a kukába, illetve azokra a pontokra figyeljetek szerintem legjobban oda, akik szeretnétek ilyen motort magatoknak otthon faragni, hogy mi az, amire vigyázni kell, tehát mi az, amit tönkre lehet tenni, vagy el lehet törni, vagy igyekszem szólni, miközben szétszedem, mert ugye annál jobb nincsen, amikor abból tanulsz, amiből már más szopott.
nagy kedvencünk az az, hogy ennek a motornak ez a VVT szeretnek a villanycsatlakozója. Tehát ez így nagyjából kilóg a síkból, tehát ha itt valamivel megütöd a motor, az az első, hogy ez innen ez a fütyi letöri. És akkor vehetsz egy új ilyen szerepet. És régen meg nem volt utángyártott, hogy vagy vettél egy bontottat, az sem volt olcsó, vagy horror pénzért venni kellett egy gyári eredetit, azt inkább hagyjuk az a fele motorára. Szerintem mondjuk így külön, ugye a kábelköteg ezen a motoron rajta van, de tulajdonképpen a kábelköteg meg az EQ nem is kell a motorhoz. Hogyha rajta van a kábelköteg, akkor amit ebből tudunk nyerni, hogy van néhány olyan csatlakozó, aminek a házát le lehet menteni, és fel lehet használni kábelköteg építéshez. Veszel például egy univerzális köteget, és akkor ahhoz fel tudod használni. Ott, ami még a szopó tud lenni, hogy ugye a sarukat viszont szerezned kell, mert azt nem lehet. Tehát a kábelkötekben nem forrasztunk, ez nagyon fontos dolog, hanem mindent szépen tiszta kábellel, hogyha toldani kell, akkor sarus toldással, és a kábel végére meg új sarut kell felrakni. Viszont nálunk van sarut, tehát ha valakinek kell, akkor szóljon, én tudok adni külön darabra a sarut ezekhez a csatikhoz, mivel hogy mi kábelköteget is készítünk. Tehát a lényeg, hogy a kábelköteg az nem jelent semmilyen értéket, tehát ha nem kapsz a motorhoz, akkor nem egy nagy dráma. Azt. Csak simán fogjuk, lebontjuk, aztán gyakorlatilag kidobhatjuk a kukába a nagy részét. Én nem fogom külön válogatni a csavarokat, mert nekem egyrészt fejből megvan, hogy hova milyen csavar kell, meg ugyanálunk minden csavar galvanizált. Tehát ez se egy nagy titok, hogy fogjátok, és egy jó nagy vödörbe összegyűjtitek az összes csavart a motorból, elviszitek a galvanizálóba, és akkor utána visszajön, akkor úgy néz ki, mintha új lenne. Na most ebben az a nehézség, hogy aki nem ismeri meg a csavarokat, ha ő elviszi a galvanizálóba, át ott azért legó lesz, mire rájöttök, hogy melyik helyre milyen csavar való. Ide is egy nagyon fontos jó tanács. A galvanizálóba elvitt csavar, hogyha olajos, koszos, azzal semmi gond nincs, tehát az tökéletesen működni fog. Viszont, hogyha a galvanizálóba úgy viszed el a csavart, hogy paszta maradék van rajta, vagy festék, az nem fog lejönni. Tehát nem kell előre dolgozni, mert sokan azt csinálják, hogy ilyen rozsdaoldóba beteszik, mert nincs semmi értelme, csak az idődet cseszed el vele, hanem fogod ömleszteni nyugodtan a csavarokat, és amelyik pasztás, majd mutatni fogom ott, főleg az olajteknőből, amik kijönnek, az tiszta paszta maradék, gyárilag, ez gyárilag pasztázott az olajteknő, azokat le kell drótkorunggal szedni, és akkor azt úgy bele a vödörbe. Utána az is olyan lesz, mint az új. Egyszerű tézis, mikor kell gyanakodni, hogyha egy JZ motort bontasz, és elő kell venni egy dugókulcsfejet. Na, a 13-as, akkor az biztos idegen csavar. Mert a japánok azok nagyon jól megoldották, mert van benne 8-as, 10-es, 12-es, 14-es, 17-es, 19-es. Nagyon szeretem őket. 22-es kész. Tehát itt 13-as nincs. Ugye ezek a bizonyos kábeltartó műanyagok, ezt így összenyomod, és akkor normálisan kijön, akkor nem kell széttrancsírozni. Tehát ezeket, ha fel akarod újra használni, akkor nem muszáj széttörni. Így. Nézd meg egyébként, hogy látszik, hogy hát ez egy fiatal motor, de a meleg megeszés. Ugye ezért nem jó az, hogy ha csinálsz egy ilyen motort, vagy bármilyen régi Toyota motort, tulajdonképpen szerintem bármilyen motort, ezt nem is kell konkrétizálni, hogy most Toyota vagy Japán vagy nem, mindig az a baj, hogyha felújítasz egyet, leveszed a köteget, és mikor visszarakod, a kettő között a kötegbe valahol belül lesz egy sérülés, amit nem látsz, mert ilyen az egész. Tehát nézd meg, bakelitre van keményedve. Első csavar megszivat minket. Rövid várakozás után a finom mechanikai eszközök már elő is kerülnek. Na, ez például a kuka erre a lemezre. Nem lesz szükségünk. Le is bonthatjuk ezt a csoda leömlőt, mert utána már lesz némi képünk arról egyébként, hogy milyen állapotban van a jószág belül. Egyébként a szívó meg a turbós motor között van egy nagyon-nagyon fontos különbség itt a leömlőben. Az, hogy ennek hozzáférsz a csavarjaihoz, a turbóshoz meg nem. De az olyan szinten nem, hogy hú. Kijön tőcsavarostól, nem dráma. Ezeket a tőcsavarokat amúgy is kiszoktuk cserélni, tehát gannajra van rohadva, látszik. Jézében egyébként elég ritkán csesződnek meg a menetek a tengerfejbe. Az egyen régebbi Supránál egyébként azt pont meg tudjuk itt mutatni. Nézd, itt van egy. Ez egy 7M-es hengerfej. Jó kis lézerhegesztéssel javított repedés. Benne gyakorlatilag az összes tőcsavarmenet kuka, tehát ezeknek már fel van furva 12-re a belső menete. Ezeknek nem kell, tehát ezek ritkán döglenek meg. Na, viszont jó hírem van, hozok most lámpát. Itt most már fontos dolgokat tudunk analizálni. Nézd! Tulajdonképpen szerepszárszimmering problémánk nincs nagy, látod, itt van egy kicsi olaj ebbe a kettesbe, de emig ez se vészes. Ott egy pici van már. Hát ez megint picsafüst, az semmi. Itt is minimális, itt is.
itt is. Tehát eddig nagyon pozitívak a jelek. Nem volt atom szelepszár szimmeringes a motor, tehát bizakodunk benne, hogy valami egészséges dolgot találunk ott. Akkor szerintem bontsuk le ezt a csövet. Erre azt kell tudni, hogy ez az automata váltónak az olajcsöve. Tehát ugye az automata váltóból a vízhűtőbe előre van hozva itt a blokk mellett az olaj, és egy nagyon pici, tehát szinte nyomás nélkül csak kering benne, és hűti az automata váltónak az olaját. No, tehát ez így ebben a formában kuka. Eljutottunk egy kicsit érdekesebb pontig, itt van a vízpumpa. Na most itt van különbség. A fő különbség az, hogy a szívó kétjézi VVT-nek más a vízpumpája. Ezt onnan lehet leginkább felismerni, hogy ebben egy teljesen más osztókörön kis hatos csavarok fogják föl a vízpumpatárcsát. Úgy is mondtam, hogy elmegyek a szemüvegemért, akkor hozok egy szívtárcsát, és azt is megmutatom meg, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, ezt a problémát, hogy hogyan kell visszacserélni. Perc és jó. Felvettem a szemüvegem, jaj, egy motor! Na, viccet félretéve. Itt látszik a különbség. Tehát ez tulajdonképpen ugyanaz a szívtárcsa, a kettő, csak látod, ennek tök más az osztóköre, és ebben 8-as furat van, tehát 8-as csavarok fogják fel a szívtárcsát. Azt szoktuk csinálni egyébként, hogyha ilyen GS300-nak a vízpumpáját kell cserélni, hogy egyébként Aishin márka néven tudjuk venni a gyári vízpumpáját a motornak, tehát hogy ugyanaz, mint ami gyárilag benne volt a Toyota csomagba, csak hát harmadába került, tehát nagyon nem mindegy, viszont azon mindegyiken a 8-as csavarfurat, meg ez a nagy osztókör van, viszont ezt a tárcsát át lehet ilyenre alakítani. Tehát ez is egy ilyen tárcsából készült. Tárcsa átalakítás, vízpumpa csere, és akkor onnantól kezdve föl lehet ezt rakni rá. Esetleg még egy plusz info, hogy háromfajta vízpumpa létezik, nagyon akarom akkor 4, de inkább 2 az, ami nagyon jellemző, hogy az nagyon fontos, hogy a vízpumpa kinézetre szinte tökéletesen egyforma mindegyik. Van ugye ez a felfogatás különbség, de tulajdonképpen ez felrakás szempontból mindegy. Viszont van egy olyan, hogy a nem VVT, tehát az osztófedeles szívómotornak a vízpumpája, az 2 csavar felfogatásban itt alul eltér. Tehát az az egyetlen egy motor, amire kell másik vízpumpát venni, ezt a szívómotoros szuprákra és a 95-98 közötti első generációs GS300-ra tartjuk polcon. Ha arra akarsz vízpumpát venni, akkor arra valót kell rendelni. De a VVT-s motoron már ugyanaz a pumpa van, mint a turbós, hogy ezt is elfelejtettem mondani, hogy a turbós vízpumpa az minden gond nélkül felmegy a szívómotorra. Erre sem lesz szükségünk. Ami még ezeknek a GS motoroknak a sajátossága, tök jó lenne megkérdezni a mérnököket, hogy miért? Ezt a kis víznyakat, ugye ennek egy picit más a szöge. Ezt, amikor csinálunk motorokat, elvágjuk, újrahegesztjük és beállítjuk olyan szögbe, hogy akarjuk, de a termosztát fedelet, mert itt van benne a termosztát egyébként. Ott. Itt szintén 6-os csavar fogja föl. Nem tudom ebben miért volt jó, hogy ilyet raktak, de ilyet raktak bele a japán bácsi, mert ő itt tervezte meg. Jó, itt van a termosztát. Na, erről is beszélgessünk egy kicsit, jó, most nagyon jó fej leszek, mert ebbe segítek, mert ezt nagyon sokan elhibázzák. Mi van akkor, hogyha egy... Ja, azt elfelejtettük mondani, hogy Ati egyébként autószerelő, tehát hogy ő azért van képbe így, de most akkor most szivatlak, jó? Na mi van akkor, hogyha ebből fogod és így kiveszed a termosztátot, mint ahogy a legtöbb autóból szoktak, és ezt visszateszed? Na ez az, amit nem szoktak tudni az emberek, mert ez is egy ilyen kicsit ilyen típuspecifikus. Ez egy úgynevezett kétutas termosztát. Tudom, hogy ez egy bonyolultnak tűnik, de valójában ez nem egy sima termosztát, ugyanis ennek itt is van egy szerepe, meg ugye itt is van egy szerep. Aha. Ez az a szerep, ami, hogyha bemelegszik a termosztát, akkor az így csinál, hogy az kinyit. Na de tetszik látni, az ott hátul mozog, és amikor a termosztát kinyit, tehát ez teljesen hátra elmozdul, itt alul, hozok megint fény. Azt a lukat meg elzárja. Aha. Na most az a luk, az pedig ez. Így most megvan? Tehát ott van bent a luk. Azt a lukat elzárja. Na a következő történik. Van itt egy cső kívül, na az a luk az ide megy bele. Uh-huh. Tehát itt a hengerfej át van kötve ide. Ugyanis ez a motor már úgymond emissziós áldozat, tehát ezeknek a motoroknak már valamilyen szinten azért kellett az emissziójával foglalkozni. Annak idején nem olyan egyszerű volt ezt megvalósítani, és ez egy bemelegedés segítő második vízkör. Itt ez a tér, ez a vízpumpának az a tere, ahol ő beszívja magába a vizet, a hideg vizet. Ugye itt jövünk fel a radiátorból a hideg vízzel, vagy hűtött vízzel inkább úgy mondom, jövünk bele ide a termosztátba. Na de, hogyha azt akarjuk, hogy a motor gyorsabban melegedjen, akkor pontosan az a dolgunk, hogy mit csináljunk, hogy hát a termosztát az legyen zárva, de
Próbáljuk meg keringetni a vizet az egész motorban, viszont ezzel a megoldással innen a hengerfejből fölülről meleg vizet szív vissza a pumpa. Tehát ez így van kitalálva, hogy azonnal jön a meleg víz ezen a csövön keresztül, és azt a meleg vizet rögtön visszaszívja, és ha csak fogod magad, és kiveszed a termosztátot a motorból, és teljesen üresen hagyod, tehát nem lesz benne termosztát, akkor tök jó, mert ugyan mindig keringeni fog a nagy körben a víz, na de az a kiskör is nyitva lesz. Tehát ez a vicc benne, hogy kiveszed a termosztátot, és jobban fog melegedni a motor terhelésen. Nem kell belőle kivenni, tehát nem vesszük ki a termosztátot, és légy szíves, hogyha rám hallgattok, felejtsétek el ezeket az alacsony hőmérsékleten nyitó barom termosztátokat, jó? Tehát semmi értelme nincsen, ártasz vele a motornak. Nekünk az a jó, hogyha a motor üzemmeleg. Az üzemmeleg az körülbelül a 90 fokos víz és 100-105-110 fokos motorolaj. Ennek a kettőnek meg kell lenni, és ezt kell stabilan tartani. Tehát nem hidegebben, nem melegebben, hanem pont így folyamatosan, ameddig üzemel a motor, ennek így kell lennie, ahhoz meg kell bele egy normális termosztát, ami semmiképpen nem ilyen 60 fokos, meg nem is iszonyatosan meleg, mint ami mostani motorokban ilyen 104-105 fokon nyitnak ki, hanem nekünk kell egy ilyen, nagyjából azt hiszem, hogy ez 82 fokos, de ez a 82-86 általában így rá is van írva. Termosztátra látszik. Jó, tehát hogy kell bele termosztát, és erre nagyon figyelni kell. Egyébként erre is megvan a borzasztó bonyolult trükk, itt alatta van egy átvezetőcső, azt az átvezetőcsőt le kell dugózni. Utána kiveheted a termosztátot, de fordítva nem megy. Ha kiveszed a termosztátot, akkor szétfőzöd a motort. Na, menjünk tovább. Van itt egy nagy testkábel, mint az önke semmire. Így gyönyörűen látszik egyébként, nézd, ez pont egy idevaló tömítés lenne. Tehát itt van a helye annak, amit emlegettünk, hogy szívó kontra turbós motor. Ugye ezen az oldalon van a turbó, hogyha van, és itt van a turbó olaj visszafolyó az olajteknőbe. És ez az a három luk, amit emlegettem. Tehát odafúrsz egy nagy lukat, hogy visszafolyjon az olaj, ide pedig a két csavarnak befúrod a lukat, meg fúrsz bele menetet, és ennyi az átalakítása az olajteknőnek szívóról turbósra. Ha hátul van ez a pukli, ugyanez a szitu, akkor itt van ez a fitting, és itt kell megfúrni, de ugyanez. Tehát tök egyszerű átalakítani, úgyhogy ha valaki vesz ilyen olajteknőt, az tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy szívó vagy turbós motorról érkezik. Itt az olajleengedő csavarnál csak annyi, hogy amikor meghúzzátok, akkor ésszel. Mert ha az beletéped, az igen kellemetlen, de ami a legfontosabb, hogyha raksz bele mágneses olajleengedő csavart, egyébként nagyon hasznos dolog, akkor 25 Nm. Annyival kell meghúzni, nem megtépni, mint a marha, mert az azonnal ketté szakad, mert alumínium a háza a csavarnak, és csak egy neodímium mágnes van a közepén. Olajunk nincs, akkor az már le van engedve belőle. Biztonság kedvére kicsit megdöntem a macit azért, mert szokott benne maradni. Látod, azért van benne? Hát érdemes egy kicsit megdönteni, hogy kifoljon. Akkor ez megvan, akkor elkezdjük a vízpumpa nagy részét is leványászni. Tehát ez az a bizonyos átkötőcső. Ezt ógyűrűk fogják. Egyébként, ha ilyen motort csináltok, az összes ógyűrűből, mindenből van nekünk polcon. Mondjátok, hogy hova kell, akkor tudom adni. Összes tömítésből. Nyilván ilyeneket csinálunk nap, mindom, úgyhogy van. Rusty release-zel megfújjuk. Na, kijött. Hát ott itt van ez a cső. Itt is van egy ógyűrű, meg belül is van egy ógyűrű, hogyha ezt ledugózod, úgy lehet normálisan megcsinálni, mert különben itt kering a víz a hengerfejből, be a vízpumpa hátuljába, és akkor ugye fújja a körbe újból. Egy kicsit meg kell kocolni. Hát menjünk ide szerintem, és akkor ezt bontsuk le ezt az oldalát. Szívócsonk. Ezen vannak ilyen mindenféle plusz emissziós jószágok, na ezeknek is tulajdonképpen a legnagyobb része megy a kukába. Jó, nyilván ha utcai motor vagy restaurálás, akkor ezeket megcsináljuk. De azért azt elmondom neked, azért ez nem gyenge katyvasz. Tehát itt azért úgy van benne egy jó pár mindenféle cső, meg szolenoid, meg ilyenek, amikkel azért el lehet majolni. Na ez például egy jó kis értékes csatlakozó, mert ezzel egy mágnes szerepet meg lehet csinálni. Egy ilyen hasonlót. Hát ugye ennek a motornak van egy sajátosság, az nem tudom mennyire látszik, de ugye itt van a pillangószelep, ami már hiányzik, és ugye itt a henger fölött keresztbe jön be a szívócső. Ennek az oka biztos, hogy az volt annak idején, nem volt még olyan számítógépes modellezés, mint manapság. Tehát most már nincsenek ilyenek, szinte minden autónak egy oldalról érkezik meg a szívócsonkja, illetve ebben a motorban van egy trükk, ami szintén egy ilyen kicsit javítja a nyomatékot, hogy van itt benne egy pillangószelep. Tehát ameddig a motor kis terhelésen üzemel, addig megérkezik a levegő, el van osztva kétfelé, itt zárva van egy pillangószelep, és gyakorlatilag két-három hengeres motorként egy picit gyorsabb levegő áramlással meg van lódítva a levegő, hogy szívjon a motor. De amikor letiprod, és megindul, elforgja magát, akkor ez a pillangószelep ez kinyit, és akkor egy kicsit nagyobb térből szív a motor. Tehát ez egy ilyen kvázi változó szívócső hossz dolgot imitál, vagy valósít meg nekünk ez a
kis pillangó. Ez egyébként már az MK3-as Supra-ban, a 7M GM motorban is benne volt, mert 80-as években volt ez nagy divat a Toyota-nál. Ja, és azt akartam elmondani egyébként, ugye, hogy azért megvan, hogy egy gyertyacsere az mennyi idő ebben a motorban, mire ezt a sok szart innen lebontod. Jellemzően ezekben nincs is gyertyacserélve soha. Pont ezért, mert neki se állnak így rán, és aztán először, hogy hagyjál. Ez jön, az a Carter gázcső fogja. Ezt is sokan szokták kérdezni egyébként, hogy micsoda, ez egy ilyen kis zajszűrő. Hát ilyen. A rádió ne beregjen attól, ahogy tölt a generátor. Ezt így szoktuk felhasználni, hogy így dobjuk a kukába. Nagyon jó. Ez is egy nagyon hasznos alkatrész. Voltam eddig a mégbe adtak érte pénzt, most már annyira nem. Ez is megy a kukába. Nézd, itt meg tudjuk mutatni ezt a pillangót. Itt van benne ez a köztes pillangó. Ez vákummal működik, egy vákumtároló doboz. Összezár, kinyit. Összezár, kinyit. Főtengelyeladó injektorok csatlakozói jönnek lefele. Ritkán mennek tönkre, de olyan iszonyú erő kell őket megnyomni, hogy beszarsz, mire lehúzod. Pár ilyen csatlakozót leveszel, és utána már nem érzed az ujjad végét. Mondtam, akkor ezt az egész kábelkötöket le tudjuk bincsizni most már az ujjáról. Fú, azért a trafóköteg is rendben van. Nézd, így látszik, hogy miért szopsz azzal, hogyha szétszerettessék. Itt van egymás mellett a két kábel, látod? És egyszerűen hullik le róla a szigetelés. El van öregedve, és amikor egy ilyen kábelköteget megmozdítasz, akkor belül ezek a szálak elszakadnak, vagy összeérnek. És randomra. Tehát akkor a szopás, hogy hordott szerelőről szerelőre, senki nem bír rájönni, mi a baja. Hát nekem is volt ilyen sztorim egyébként, hogy MK3-as Supra, turbós, hol jó, hol nem jó. Hol 5 hengerezik, hol 6 hengerezik. Figyelj, egy hétig bogaráztam, mindent kipróbáltam, mire nagy nehezen egyszer volt egy olyan ihletem, hogy benyúltam ide valahova a szívócsom mellé alá, járómotorral, és megmozdítottam a kábelköteget, és lement végre 5 hengerbe az a rohadék, mert egyébként alapjáraton mindig jó volt, hanem amikor nyomtad neki, akkor elkezdett 5 hengerezni. Nagyon sokszor elhangzó mondat tőlem, hogy versenyautóba gyári kábelkötegnek egyetlen centiméterét sem használjuk föl. Azért, mert nem akarunk szopni. Elbukni egy versenyt, vagy mondjuk elolvasztani egy motort egy ilyenért, hát az nagy baromság. Ezek azok a csatik, amik mindig tönkre mennek minden motoron. Ez is most ebben a pillanatban el is tört. Ez a kis füle, meg darabokra törik, látod, ez most már nem tart semmit. Ez gyakorlatilag így. Kuka, ez jellemző, ez a trafó csati. Úgy van egyébként, hogy a VVT motornak ikertrafói vannak, tehát 3 darab trafó van bent itt a hengerek között, és akkor mindegyik 2 hengerrel kommunikál. Így néz ki a sztori. Na, tehát egy direktbe rajta a hengeren, másik pedig gyertyakábellel. Nézd csak, ez is egy tipikus jézébetegség. Oda néz, mind a két gyertya rottyon áll az olajban. Ez az olaj innen jön, tehát a szelepfedél tömítés, amikor elfárad, akkor sajnos elkezd belefolyni az olaj, és ezen már módosítottak, mert ha megnézed, ott van egy sliccelés. Nem tudom, mennyire látszik, ott van egy kis vágás. Tehát a gyertya fészek szélébe van benne egy furat, amit gyere ide hátra, ezt megmutatod, ezt nagyon sokan szokták kérdezni, hogy ez mi a franc ezen a hengerfejen. Hát kérlek szépen, ez a szelepfedélből belefolyó olaj kifolyó kézikészülék, mert itt folyik ki. Tehát ez a furat, ez végigmegy itt a gyertya fészek mentén, és egy picit úgy van eltalálva, hogy pont beleszakad a gyertya mellé, tehát ilyen 2 centi magasig megáll az olaj, utána kifolyik. De a régebbi motorokban ez nincs benne, azok gyakorlatilag teljesen színültig megtelnek olajjal. Viszont ameddig csak ez a kb. 2 centi olaj van benne, még szoszolajjal működik, utána már nem amikor a nyakig, akkor átugrál a szikra kifele. Mert miért? Mert van egy tulajdonság az olajnak, amit kevesen tudnak. A benzin és az olaj között mi a legfőbb különbség? Ez a 10 áramot. Bezony, hogy tessék ezt is memorizálni, jó? Tehát benga nem vezeti az áramot, olaj vezeti az áramot. Tehát amikor a trafó itt a sok kilóvoltjával próbálna befele szuszakolni nekünk a villámokat a hengerbe, az a villám nem befele megy, hanem kifele megy, és így a hengerben nem történik égés. Ez meg rémkellemetlen. Ezeket a trafókat el szoktuk rakni, mert néha megdöglenek, de nem jellemző egyébként, ezek nagyon jól bírják. Ez most megint egy gyönyörű példa arra. Hát nem a belejétett csavar, az egy kicsit már morbid lenne, de ugye ez a rengeteg morzsalék meg szmötyi, ami benne van. Ha ilyen autót elvisztek gyertyacserére, és a szerelő lusta, és kompresszorral nem fújja ki onnan a morzsalékot, amikor kiveszi a gyertyát, nem csak az olaj fog belefolyni a hengerbe, hanem telemegy szmötyivel, ami még rosszabb, hogy az a szmötyi pontosan a gyertyának a tömítő felületére potyog bele, és amikor az új gyertyát oda behúzza, akkor utána
ki fog fújni a gyertya mellett az autó, tehát nem fog tudni működni. És azt képzeld el, hogy nekem Toyota szalomból hoztak annak idején Suprát ilyen hibával. És kérdeztem tőle, figyelj, mert a szerelőidnek nem volt ennyi sütni valója, hogy ki kéne fújni. Hát mondom, látszik, tehát ilyen kis fém reszelék darabokat is oda csípett a gyertya mellé. Vegyük be akkor a hátsó vízcsövet is. Ez egy fűtéscső egyébként, tehát ez megy a fűtőrendszerével a bodegának. Ezt is sokan szokták kérdezni, meg sokat beszélgetünk róla. Ugye itt kijön a víz, itt a vízpumpa hátuljában, meg itt van egy cső a motor mellett, az erről már le van bontva, így bemegy a fűtőradiátorba, tehát itt van egy külön kis kör, amiben kering a víz. Hogy amikor driftautót építünk, akkor ezt a csövet ezt össze kell lekötni, vagy ki kell belőle venni, vagy le kell dugózni, vagy melyik tesz jót a motornak. Na most azt a nagyon egyszerű tézist gondoljátok, légy szíves végig, hogy amikor a gépjármű nyáron, a legnagyobb melegben, araszol a forgalomban úgy, hogy be van kapcsolva, és csutkán megy a légkondi, 60 fokos az aszfalt, 35 fokos a levegő, akkor ez a vízkör, ez nyitva van, vagy zárva van? Áramlik. Nem. Miért? Hát mert a fűtőkör el van zárva. Ja. Hát a fűtőradiátor elzárja. Na, hát akkor ebből indulunk ki, hogy nem evidencia, hogy ez így van. Tehát amikor megkérdezik, hogy ezt a vízcsövet össze kell kötni a tuning motorba. Nem, nem kell, mert eredetileg is a motor hűtése úgy van méretezve, meg a vízkeringése úgy van kitalálva, hogyha ez teljesen el van zárva, és egy cseppvíz se ki sebesenyő sehova, akkor sem fog melegedni a motor. Itt a vízpumpa hátulját lelapoljuk, ez gyere, itt megmutatom, itt van ez a pont, csak innen hiányzik egy ilyen nagy fémcső, ide hátra hozza, és itt van bekötve a szilikon. Tehát ezt itt lelapolod, erre meg teszel egy kupakot, és lezárod. Mert nem kell. Leveltem róla a bilincset, mert ha csinálunk gyári autót, akkor ezeket a fajta bilincseket használjuk. Te is szereted az ilyet, nem? Nagyon, kedvencem. Na, akkor közösen szeretnénk Katival üzenni annak, aki megtervezte, hogy a hátsó végbényíjelásokra egy sündisztó távozóval légy szíves, jó? Mert utálunk te rohni. Egy konkrét rokonodra gondolok. Nem, ez a pillangónak a vízköre. Mondjuk el ezt is, na, ameddig kicsavarom a csavart. Miért van az, hogy az ilyen motorokban fogtok találni, ugye ZVT-s motor, tehát ebben külön alapjárati motor nincs, de ami ennél régebbi, vagy például a turbós motor, amiben van még a nem ZVT-sben alapjárati motor is. Mindegyikben lesz egy ilyen kisebb vízcső, ami a hűtővizet vezeti rá a pillangószelepre, meg az alapjárati motorra. Ezek azért vannak benne a motorban, mert hogyha ilyen nagyon-nagyon-nagyon hideg időjárás mellett használod, tehát ilyen szibériai környezet, mondjuk mínusz 20 fok, és beindított hidegen a motort, akkor ahogy súrlódik a levegő az alapjárati motorban, illetve a pillangószelepben, amikor éppen csak nagyon kicsire van kinyitva, az képes arra, hogy lejegesedjen és lefagyjon gyakorlatilag. Tehát úgy le tud jegesedni, hogy megszorul a pillangó, és mondjuk nem tudsz az autóval menni. Most, hogyha ez bele van kötve, akkor a motor abban a pillanatban, hogy egy picit is elkezd melegedni, felfűti a pillangószelepet és az alapjárati motort annyira, hogy nem tud benne megfagyni a víz. Nem tud lecsapódni ez a pára és úgy kikristályosodni. Viszont ugye miért van az, hogy a tuning motorból ez az első között megfogjuk és jobb kézzel így balvá fölött kidobjuk a kukába? Hát azért, mert amikor egyébként nincs mínusz 20 fok, mondjuk jellemzően Magyarországon egyáltalán, de drift körülmények között meg racekocsiba általában nincs, tehát ilyen hidegben ezekkel a kocsikkal nem megyünk, bár szoktak vele hóautózni, de nálunk nem jellemző. Lényeg a lényeg, hogy amikor már üzemmeleg a motor, és nincs szükség erre az amúgy lefagyásgátlásra, akkor nekünk ugye gondot okoz, mert a beszívott levegőnket melegíti fel. Tehát maga az alumínium ház, amin keresztül a levegőt szívja a motor, az fűtve van. Tehát ez innentől kezdve nem jó ötlet, de ez egy jogos dolog, tehát utcán a biztonság az első, az, hogy az autó tudjon menni, és mondjuk mínusz 20 fokban nem maradj ott a ház előtt vele, vagy a hóba nem maradj ott, hogy megfagy a kocsiba, az nem egy rossz ötlet. No, akkor szerintem most jöhet az, hogy kezdjük el lebontani a szívócsövet, még előtte akkor levesszük az üzemanyaghidat. Milyen érdekes, hogy ezeket a szívócsöveket annak idején hogy kitámasztották, de mindegyik autón. De érted, a racekocsin úgy, hogy ALS, ütjük, vágjuk, mindent csinálunk, mert az életben nem tudott ilyen elrepedni. Tehát ez olyan vastag anyagból van. Inkább szerintem a műanyagra igaz az, hogy elreped. Aha, de hát ezeket az alumíniumokat a francnak merevítették így ki. Soha nem értettem. Mindegyik autóba ki van merevítve. De úgy ki van merevítve, hogy mondom, ilyen atomcsapás alatt. És ezt a legjobb leszedni a helyén. Jaj, jó hozzáférhető. Ez se kell, tehát is megy a kukába. Nem szokott egyébként jellemzően belerohadni, majd mutatom, egy olyan csavar van ebben a motorban, amit szeretnek az emberek jól beszopni, a hengerfejcsavar. Na az, haver, az igen, az jó cumi. Nem. Ebben sincs sajnos használható alkatrész, és jellemzően nem ismét benne tönkre semmi. Hát itt az öcsi recsinek ez az egyetlen hibája, hogy ez olyan erős ez a gép, hogy itt nyakba ezt el szokta törni, hogyha erőlteted.
A 12-esnél nagyobb csavart, meg a 12-es sem, hogyha így a nem nagyon akarja vinni, akkor nem érdemes. Ez most mondjuk kettesen van, tehát nem is a legerősebb lazításon van a gép. A gép maga bírja, csak a szerszám nem. Ilyen pici csavarokra tökéletes. Nagyszerűen lehet vele szétszedni. Még egy picike info így a elől-hátul pupos teknős történethez. A nívópálca ház különbözik. Maga a nívópálca nem, tehát ez a sárga tetejű, meg a 710 feliratos oil. A nívópálca az ugyanaz, tehát hosszra ugyanaz, csak ez a ház, ez különbözik, tehát a házamás. Itt van egyébként egy ógyűrű, amit érdemes cserélni, mert az egy nagyon jellemző pontja, ahol fossa ki magából az olajat, ha ilyen motor. Azért ugye az arányokat mutasd meg, légy szíves, hogy a hasznosan kiszedett alkatrészek kontra már 2-20 literes vödör tele van szeméttel. Ez is lassan a miénk. Itt van még egy pár apróság. Ez egy olajszintjelző, ezt nem szoktuk használni. Ez ugye amikor túl alacsony az olajszint a motorban. Azért reklamál, itt van egy kopogásszámlor. Ez az EQ-nak a vízhőfokjelzője. Itt van, nézd csak, ez az a dobozka, ezt is sokan szokták kérdezni, hogy ez mi a csöcs. Ez a doboz, ez egy egyenirányított szelepen keresztül kapja a vákumot a szívócsonkból, tehát magyarul ő egy klasszikus vákumtároló doboz. Van rajta egy 12 voltos háromágú szolenoid, aminek az a feladata, hogy amikor ő áramot kap, 12 voltot, akkor ugye ezt a köztes pillangót megváltoztatja, tehát a vákum segítségével ugye behúzza, és amikor elveszett tőle a feszültséget, akkor visszaengedi. És azért kell a tárolódoboz, mert ugye amikor padlógáztatsz az autónak, akkor a szívócsonkban gyakorlatilag megszűnik a vákum, nekünk meg pont akkor van szükségünk a vákumra, hogy üzemeltessük vele ezt a köztes belső pillangószelepet, amikor padlógázon megyünk az autón. Tehát ez itt eltárolja a vákumot, és ezt használjuk. És ez itt gyakorlatilag örök élet plusz egy hétre elég. Tehát hogyha ezt így adsz rá 12 voltot, ez behúzza, azt úgy marad. Szoktuk egyébként ilyen dízelekre felrakni lefújószelep vákumtároló doboznak. Ott meg ugye nagyon pici a vákumpumpa, és nincs tartalék. Tehát egy nagyon rövid időre megnyitja a lefújószelepet, hogyha kivezérled, viszont nem tartja behúzva. De ha beraksz egy ilyen tartályt, és ezen keresztül csinálod meg a dízelbe a lefújószelepet, az tök jól működik. Innen ugye lekerül, gyakorlatilag soha nem megy tönkre, amúgy egy nagyon drága alkatrész, de a dízelben meg tökéletes. Tehát azokra szoktuk felhasználni. Itt ez a második kopszázat. Jó, basszus, amit mondtam, hogy rohadt nehéz a pöcköt megnyúlni, látod, itt is egyből a kezembe marad. Tadá! Pókháló. Akkor itt a benzinhíd következik, meg akkor vegyük le ezt a vákumtartályt, ahhoz le kell bontanunk ezeket a szabályozókat. Na, most meg tudjuk mutatni, tehát ez az a és vákon tároló doboz. Dobozka, mágnes szelep. Ennyiből áll. Benzincső jön le. Ez is nagyjából kupa. Nem használjuk semmire. Most már tényleg. Jobban nagyon. Segített. Tehát ennyi. Én még ilyen Lexus injektort tönkre menni nem láttam. Leszedjük a szívócsonkot, és akkor utána már a kicsit érdekesebb részek következnek, majd meg szétszedjük a vezérlését. Előtte egy óriási képet és problémát el kell intéznem. És ez nem a WC, hanem a kávé. Egyébként ez a szívócsonk, ez az alsó része, ugye ez egybe van az injektor tartóval. Tehát nem a hengerfejbe, hanem a szívócsonk aljába érkezik bele az injektor, és ezzel az a baj, hogy utángyártott injektort bele lehet ugyanebbe faragni, de nagyon-nagyon macerás. Ha olyan motort akarunk építeni, amihez olyan szívócsonkot adnak, ami csak ez a felső gyűjtő része cserélős, tehát ez megmarad, akkor az egyen régebbi, az osztófederesnek az alsó darabját felrakjuk, abból már bele lehet rakni ezeket a klasszikus. Akartam mondani, hogy így is használható azért, ha valaki úgymond spórolni akar. Ja, csak ilyen hegesztés terén meg társai. Igen, de összességében a munka nem éri meg. Ja, hát persze, hát persze. A persze. Megoldás, hogyha veszel rá egy üzemanyaghidat, meg veszel rá egy bontott ilyen alsó darabot. De egyébként érdekes is, hogy az az alsó darab az azért nehezen beszerezhető, mert ezt nagyon sokan tudják, és ugye nagyon kevés van már belőle. Mindenki ezt kidobálja, abból meg mindenki próbál venni. Ami nem jellemző egyébként más autókra nézd,
azon kívül, hogy hát a kartergázból egy keveset megevett a gépjármű. Azért erről az oldalról már nem lehet elmondani. De tök érdekes, látod, hogy nem szelepszár szívering baja van, hanem a nyomorult annyi kartergáz zabált vissza, hogy attól van így lerakódva. Ez majdnem úgy néz ki, mint egy 30 ezer kilométeres direkt befecskendezéses, nem? Csak ebben valószínűleg van 300 ezer. Na, szóval, hogy ott tartottunk, hogy ez milyen elmés megoldás, hogy mostanában egy talicska pénzt fizetsz egy ilyen spéci tömítésért, ugyanis ez a tömítés, mindjárt megpróbálom darabokba leszedni, übertuningos körökben úgy hívják, hogy termogeszkit, mert hogy az a jó tulajdonsága van, hogy vastag, műanyagból van, van rajta egy gumírozás, na, ennek is egy konkrét rokonára gondolok, hát ott, hogy egy ilyen hőleválasztó tömítés, tehát hogy a hengerfejnek a melegét próbálja elszigetelni a szívócsonk alsó darabtól. Ez nem egy buta ötlet egyébként, és ez gyári megoldás, és az után gyártott Ajusa ugyanilyen tömítés, lelőhelyetuningáruház.hu, nekünk ilyen van. És ezt bele lehet rakni a másik motorba is, tehát mindegyikben. Annyi a különbség, hogy ugye itt az EGR-nek a kis visszaszippantó része ezen nincs meg, de ha raksz rá egy másik szívócsonkot, azon így se úgy se lesz meg, tehát nem kell vele foglalkozni. Akkor beszéltünk egy kétbetűs kitérőről, úgyhogy mi megyünk kávézni, aztán mindjárt jövünk vissza.